15 ezer embernek biztosít meleget, a fűtési szezont értékelte a Dalkia Energia csoport és a város. Tényleges életfogytiglani helyett 40 év, enyhítettek a német gyilkosok büntetésén. Jövőre már lesz templomuk, megszentelték a szerb ortodox kápolna alapkövét. Minél kevesebb hulladékot, ökosuli túra a pécsi iskolákban. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Élen jár a megújuló energiaforrások felhasználásában a Dalkia csoport pécsi erőműve, olyannyira, hogy ez a megoldás egész Európa számára iránymutató lehet az energiatermelésben. A fűtés szezon hivatalosan is lezárult. Páva Zsolt polgármester szerint a technológia átállásból a lakók semmit nem vettek észre, mivel az zökkenőmentesen zajlott. A darabok lehullnak az adagoló csigához, amelyik a kazán tűzterébe préseli az így előkészített tüzelőanyagot. Jól mutatja ez a kisfilm, hogyan lesz a szalma bálából hő. A felvételeket még akkor mutattuk be, amikor felavatták az új biomassa üzemet. Páva Zsolt polgármester és a Dalkia vállalatcsoport elnöke akkor elzárta a gázcsapot is, jelezve, itt ezentúl zöld hővel fűtik a várost. Most jutunk el oda, hogy egy teljes fűtésszezon van a város cége, közösségünk a Bétán mögött, magának a előnynek a teljesítménye mögött. Páva Zsolt polgármester kedden délelőtt arról beszélt, szalma és a fa tüzeléséből előállított hővel, vagyis a bioalapú szolgáltatással nagy sikereket értek el. Jó lett, nem volt egy farkasorító zord idő, ennek ellenére egy nagyon sikeres szolgáltatás volt a pécsi polgárok ebben az átállásban, semmit nem éreztek, zökkenőmentesen ment minden. Nem voltak műszaki problémák, és ami legfontosabb, hogy a rendszer jól működött, bevált, látszik, hogy egy nagyon jól megszerkesztett, nagyon megtervezett, komoly gépekkel működő szolgáltatással van dolgunk. Éves szinten mintegy 400 ezer tonna fát és 200 ezer tonna szalmát használ fel az erőmű. Ennek környezetvédelmi szempontból is fontos hatása van, mondta a Dalkia Energia csoport vezetője. A technológia váltással három célunk volt. Az egyik ilyen a fogyasztók számára a kedvezőbb ár elérése. A másik az, hogy ezzel védjük a környezetünket is. A harmadik pedig az, hogy energetikai függetlenséget tudunk ezzel elérni, hiszen a tüzelőanyag beszerzése a környező régiókból származik, mondta a vezérigazgató. A technológiával egyébként egy rekord is előállt. Pécs ugyanis Európának azon legnagyobb városa lett, amelyben bioalapon működik ez a szolgáltatás. Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a megyei rendőrség a szentesti késelő ügyében. A férfi még 2013. decemberében az évféli mise után a Mohácsi úton többször késsel megszúrt egy idős hölgyet. Az évféli miséről ment hazafelé a sértett, akit a saját házának kapujában támadtak meg. N. Balázs gyanúsítotti kihallgatásakor részletes, feltáró jellegű beismerő vallomást tett, azonban támadása okára racionális magyarázatot nem tudott adni. Az előzetes letartóztatásban lévő 20 éves férfi ellen emberölés büntet kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. A keletkezett iratok már az ügyészségen vannak. Hét vádlottal szemben emelt vádat a Komlói Járásbíróság, közülük négyen már előzetes letartóztatásban vannak, írja a megyei napilap. Az ügyészség közlése szerint a vádlottak elhatározták egy komlói illetőségű férfitől, úgy próbálnak pénzt szerezni, hogy azt állítják, rossz minőségű kábítószert adott el egy rokonuknak, aki ettől rosszul lett. Kárpotlású 500 000 forintot kérnek. Egy sásdi sörözőbe csalták, körbevették és követelték tőle az összeget. Mivel nem volt hajlandó fizetni, a vádlottak többször ököllel arcon ütötték, további veréssel, sőt megölésével is megfenyegették. A tettükért akár 8 éven át tartó börtönbüntetésre is számíthatnak. 40 évre enyhítették az idős német pár gyilkosainak büntetését másodfokon. A korábbi ítélet szerint életük végéig a rácsok mögött kellett volna maradniuk a férfiaknak. Ők voltak azok, akik 2009. augusztusában egy gödörbe dobták, majd eltemették elbódított áldozataikat Mohácson.
Érkeznek a német vádlottak a pécsi ítélőtáblára vezető száron. A tolmács már várja őket. A két férfi temetettel élve egy idős, Magyarországon élő, szintén német házas párt Mohácson a vád szerint. Elsőfokon tényleges életfogytiglanit kaptak. Ezen változtattak másodfokon. A vádlottak legkorábban 40 év után bocsáthatók feltételes szabadságra. Német állampolgárságok miatt rokonaikkal, barátaikkal a kapcsolattartás nehéz. Ugyanígy a csomagküldés is, illetve a magyar nyelv ismeretének hiánya további megpróbáltatást jelent majd a magyar börtönben. Ezért enyhítették 40 évre büntetésüket. Hiába kérték korábban felmentésüket, a bíróság szerint egyértelműen ők ölhették meg az idős házaspárt. Egyet bizonyosan lehet állítani, teljes bizonyossággal, hogy a sértettek nem önként mentek bele az 5 méter mély gödörbe. Ebből következik, hogy valamilyen kényszer hatása következtében kerültek a gödörbe. Az áldozatok szervezetében olyan nyugtatót találtak, amit nem szedtek korábban. A vádlottakkal ebédeltek a gyilkosság napján, akik a bíróság szerint bódító, izomgyengítő anyagot csempésztek az ételükbe. Így vitték a házaspárt 2009. augusztusában egy mohácsi telekre, ahol elásták őket élve. Céljuk az áldozatok vagyonának, pénzének megszerzése volt. Az idős német házaspár bankkártyáját, iratait megtalálták a vádlottaknál, akik már a kocsijukat és a magyar lakásukat már eladták. A két férfinek volt egy női társa. Őt azonban felmentették első fokon a gyilkosság vádja alól. Ezt helyben hagyta a másodfokú testület is. Az ítélet jogerős. Megszentelték a szerb ortodox kápolna alapkövét Pécset. A kápolna az Értékes Pécs című pályázat keretében valósul meg. Nem csak templomot kap a beruházás által a helyi közösség, hanem egyben egy kiállító tér is lesz a kápolna. Megszentelték a pécsi szerb ortodox kápolna alapkövét, a helyi közösségnek eddig csak egy ima szobája volt a városban. Ma Magyarország területén a budai szerb ortodox egyházmegyének több mint 40 műemlék temploma van. E templomokban jelentős mennyiségű, és ami talán még fontosabb, jelentős értékű egyházművészeti értékállomány halmozódott fel. A kápolna templomként a hitéletet fogja szolgálni, másrészt pedig helyet ad egy olyan tárlatnak, amely a szélesebb közönség számára bemutatja a 18-19. Századi ortodox egyházművészet legszebb műtárgyait. Elsősorban ez egy lelki megújulás ennek a kis közösségnek, mert hát azért tudni kell, hogy Pécset, de Magyarország más területein kevesen vagyunk, és hát igazából, ahogyan az üdvözlő beszédben is elmondtuk, hát Magyarországon sok templomunk van, de Pécset csak egy ilyen kis szobakápolnánk volt idáig, és ezért ez egy nagy dolog a közösség számára is. A pécsi közösség nagyjából 70-80 fős, ennyien járnak rendszeresen istentiszteletekre. Baranya megyében jelenleg 16 temploma van a szerb ortodox egyháznak. A Zsolnai Örökség kezű non-profit Kft. Mint konzorcium partner vezetésével Pécs városában 400 millió forintos fejlesztés valósul meg több helyszínen, és az egyik helyszínen vagyunk most jelen pillanatban. A tervek szerint a közösség év végére már birtokba veheti a templomot. Emelkedett az első negyed évben a kényszerértékesített lakóingatlanok száma az egy évvel korábbihoz képest. A jegybank adatai szerint a jelzáloggal 90 napon túli tartozással terhelt 118.595 lakóingatlanból 4.783-at jelöltek ki a bankok kényszerértékesítésre. Ezekből 2.148 kelt el. Egy évvel korábban a 90 napon túli tartozással terhelt ingatlanok száma 110.670 volt, ezek közül 3.560 került fel a kényszerértékesítési listára. A lakáshitel miatt jelzáloggal terhelt lakások közül a 90 napnál hosszabb törlesztési késedelemmel rendelkezők 5%-kal jelölhető ki kényszerértékesítésre, de a bankok ezt a kvótát eddig egyetlen negyed évben sem merítették ki.
Jól döntött, aki termőföldbe fektette pénzét, tavaly tovább drágult, országosan átlagban 11%-kal nőtt a termőföld átlagára az előző évhez képest, és az idén további áremelkedésre van kilátás. A legtöbbet Győr-Moson, Sopron és Hajdú-Bihar megyében ért tavaly 1 hektárnyi terület, derül ki az OTP Jelzálog Bank termőföld értékkép friss elemzéséből. 2 éve 10%-kal, tavaly 11%-kal emelkedett a termőföld átlagára, amely hektáronként immár elérte a 695 000 forintot. A megyei termőföld toplistát árak tekintetében Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar és Békés vezeti, miközben Nógrád, Borsodabaúj-Zemplén és Heves megyében került a legkevesebbe, átlagosan 1 hektár termőföld. Speciális igényeknek megfelelő kutatólaboratóriumot adtak át a Szent Ágotai Kutatóközpontban. PTS spin-off vállalkozásaként létrejött Humeltis nevű cég olyan technológiát alkalmaz, amely háromdimenziós emberi tüdőszövet modellel az állatkísérleteknél hatékonyabban képes modellezni az emberi tüdő működését. A labor megalkotója Pongrácz Judit gyógyszerész professzor, a 75 millió forint tőke külső befektetőtől érkezett. A Humeltis cég technológiájának alapja egy olyan különleges 3D-s emberi tüdőszövet modell, amely a piacon elérhető sejtkultúrás és élő állatokon végzett tesztelési eljárásoknál hatékonyabban modellezi az emberi tüdő működését. A modell megalkotója, a cég tulajdonosa, Pongrácz Judit professzor szerint a gyógyszerfejlesztésben van egy olyan lépés, ami eddig hiányzott. Ez pedig egy tesztelési lehetőség. Sok mindent megtudhatunk az állatkísérleti eredményekből, viszont azt, hogy pontosan egy ember hogyan fog reagálni egy készítményre, az csak humán szöveten lehet alaposan megvizsgálni. És hát ez a hiánypótló gyakorlatilag a két lépést, az állati kísérleteket és az emberben történő alkalmazást köti össze egy biztonságosabb kísérleti fázissal a gyógyszerfejlesztésben. A laboratórium létrejötte mérföldkőnek számít, ugyanis ehhez ki kellett lépni az egyetem falai közül, és a gazdasági élettel kellett kapcsolatot létrehozni. Ezt az egyetem évek óta már próbálja és alkalmazza is. A kuriózum mégis másba jelentkezik, mondja dr. Kovács L. Gábor, az Innovációs Bizottság elnöke. Ez azonban az első közös gyermek egy olyan fejlesztés során, ahol egy tőkés azt mondta, nekem megér több 100 millió forintot, mert látom a megtérülésnek a garanciáit, látom a megtérülés esélyeit, és befektetett ide, ebbe a cégbe, befektette a pénzét, nyilvánvalóan borzasztó szoros kontroll mellett, de egy hatalmas lendületet tud adni a kutatóknak. Hatalmas technikai, technológiai fejlesztési igények és lehetőségek vannak még egy felfedezés piacra vitele során. Ezt az utat szeretné a Humeltis cég bejárni, teszi hozzá professzor. A társaságba első körben 75 millió forintot fektetett az X-Ventures kockázati tőke alapkezelő idén márciusban. A Biocom Nonprofit Kft. Megrendelése alapján Pécs közigazgatási területén több mint 2000 hektáron csütörtök és péntek este 18 órától 21 óráig repülőgépes légikémiai szúnyoggyérítést végeznek. Amennyiben csapadékos, szeles időjárás lenne ezeken a napokon, és indokolttá válna a gyérítés elhalasztása, akkor a szúnyoggyérítésre május 31-én, illetve június 5-én vagy 6-án este kerülne sor. A gyérítésre használt szer méhekre mérsékelten veszélyes, a permetező szer más élőlényekre és az emberre ártalmatlan. Május 27-től 29-ig rendezik meg Pécsett a 22. kerékpáros iskola kupa országos döntőjét. A megmérettetés megnyitóját kedd délután tartották Pécsett, Páva Zsolt polgármester, több rendőri vezető és a versenyben résztvevők előtt. A fiatalok írásbeli tesztek kitöltésével kezdtek neki a versenynek, holnaptól pedig a pályán mutatják meg tudásukat. A program célja tulajdonképpen, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy mennyire fontos már iskolásporton és a közlekedési ismeretek tanulása, illetve a kerékpáros közlekedésre is ráirányítsa egy kicsit a figyelmet, hiszen elég sok kerékpáros közlekedésre kérdezik. Napokon belül kezdődik a nyári munkadömping. A diákok már lázasan keresik azt a megfelelő helyet, ahol ledolgozhatják a szünidőt. Az olcsó munkaerőre a cégeknek is szüksége van, így számukra költséghatékony megoldás, ha diákokat alkalmaznak, írja Pécs ma.
Egerszegi Zoltán, a Melódiák déligazgatósági tagja úgy nyilatkozott a portálnak, hogy folyamatosan lehet jelentkezni iskola szövetségükhöz, sőt egész évben kínálnak munkalehetőséget a fiatalok számára, azonban a nyári időszakra többszörös túljelentkezés jellemző, ám így is több mint 1000 diák dolgozik rajtuk keresztül. A fiatal munkaerőre mezőgazdasági területen van a legnagyobb szükség, de népszerű a hostess, úszómesteri, vendéglátói és szalagmunkák is. A szakképzettséget, illetve speciális ismereteket nem igénylő állásokkal 584 forintos órabért, illetve minimálbért kereshetnek havonta a fiatalok. Viszont a komolyabb területeken, ahol például szükséges az idegen nyelv használata, 650-700, de akár 1000 forintos órabért is zsebre tehetnek. Meg kell előzni, hogy szeméthegyek lepjék el az egész földet, mondják a szakemberek, ezért már gyerekkorban ki kell alakítani azt a szemléletet, amely védi környezetünket a hulladéktól. Ezt célozza a pécsi ökosuli túra is. Itt a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg azokkal a veszélyekkel, amik szennyezik és tönkreteszik lakóhelyünket. Hulladékpiramis, hulladékválogatása a pécsi Anikó utca iskolában. Minden a hulladékkezelésről, illetve arról szól ezen a bemutatón, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk életünk során. Erre oktatják a kisgyermekeket. Nem szabad mindenhova eldobni a papírokat, meg a szemeteket, hanem a kukába kell, vagy a megadott helyre. Egy program segítette az iskolások környezeti nevelését. Egész tanév folyamán egy harmadik és egy hatodik osztályunk részt vett a Lép, Légy, Pécs jövője programba. Hetent vagy havi rendszerességgel tartottak az ökováros munkatársai a gyerekeknek foglalkozásokat, részt vettek februárban a plázában rendezett környezetvédelmi kiállításon. Ahol első helyezést értek el az Anikó utcai hatodikosok. Az iskola most a negyedik állomása az ökosuli túra elnevezésű bemutatónak. Nano hulladék a címe. Nem véletlen az időzítés, mert a Mecsekdráva hulladék gazdálkodási program is most indul, illetve hát a kommunikációja most a múlt héten indult be városi szinten. Ehhez próbáltunk mi alkalmazkodni, és hát mi elsősorban mind általában a gyerekeket céloztuk meg ezzel a programmal, ezzel a kiállítással. A hulladékkezelés csak a végső állomás a folyamatban. Az első, a megelőzés, a tudatos vásárlás. Olyan terméket kell választani, aminek a csomagolása nem lesz később hulladék, mondják a szakemberek. Regionális hírekkel folytatjuk. Enyhébb büntetést kapott másodfokon az a 19 éves fiú, aki tavaly azért vert meg egy fiatalt, mert cigánynak hitte. Mint arról korábban beszámoltunk, az elkövető acélbetétes bakancsal rúgta hátba, és ökköllel is verte az áldozatot. A kaposvári törvényszéken a fiú beismerte és megbánta tettét. Cigánynak hitte, ezért verte meg vele egykorú társát egy fiatal fiú tavaly Kaposváron a Kossuth téren. 2013. május 24-én éjszaka a vádlott ittas állapotban lépett oda egy sötétbőrű fiúhoz az utcán. Előbb csak szavakkal, majd tettekkel is bántalmazta a sértettet. Bakancsának acélbetétes talpával a sértettet a hátán megrúgta, sértett a földre esett, ököllel bántalmazta. És tulajdonképpen, amikor ennek vége lett, akkor a helyszínen maradt barátaival közölte, hogy a sértett felmeri jelenteni, családján is erőszakos bosszút fog állni. Többször hangoztatta egyébként, amikor a menekülő sértett után futott, hogy mersz az országunkba jönni, takarodj el az országunkból, te büdös cigány. Az áldozat, aki egyébként nem roma származású, nem sérült meg súlyosan. A rasszista fiatalt az elsőfokú bíróság 3 év 7 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A vádlott akkor tagadta bűnösségét, védőügyvédje először felmentésért, majd ma délelőtt a másodfokú tárgyaláson már csak enyhítésért fellebbezett. A nyilatkozatok, amelyek a tanúk tettek magában az eljárásban, az sem állapítható meg, hogy a közösség tagja elleni erőszakos büntetést elkövette. Az ügyész szerint azonban bizonyítható a vád. A vádott cselekményei elsősorban az elkövetés motivuma, illetve az elkövetés helye miatt alkalmasak voltak a közmunkalom megzavarására,
További sorosító körülmény, hogy a vádlott hitos állapotban követte el a bűncselekményt. A hétfői tárgyaláson a 19 éves vádlott már bevallotta és megbánta tettét. Azt mondta, ha szabad lesz, jóvá teszi a történteket. A kaposvári törvényszék végül közösség tagja elleni erőszak büntette és testi sértés vétsége miatt ítélte el a vádlottat. Vádlottal szemben kiszabott börtönbüntetés tartamát 2 év 6 hónapra leszállítja. A vádlott azért kapott enyhébb büntetést másodfokon, mert az elkövetéskor még fiatalkorú volt. Az ítélet jogerős, a döntés ellen egyik fél sem fellebbezett. Súlyosbítva a kaposvári törvényszék elsőfokú ítéletét, jogerősen 1 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott az a balatonberényi rapsic, aki éttermeknek szállított halat. 1 éve házkutatások során közel 350 ezer forint értékű illegálisan kifogott halat foglaltak le a rendőrök. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT azért tartotta kiemelkedőnek ezt az akciót, mert a rapsic személyének kiszűrése után a nyomozók az értékesítési csatornát is felderítették, amely ritka, így a tőle halat felvásárló vendéglősök is megbuktak. A bíróság 2 étterem tulajdonos talált bűnösnek orgazdaság vétségében, és 360 ezer, illetve 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte őket, ezt a másodfok sem változtatta meg. Tortával és tapssal köszöntötték a Paksi Atomerőmű vezetői a létesítmény 500 ezredik látogatóját. A szerencsés diáknak Hanvas István, az erőmű igazgatója személyesen is gratulált. A 12 évfolyamos gimnazista fiú azt mondta, meglepődött, mert az erőmű sokkal modernebb, mint amire számított. A Budapestről érkező gyerekek semmit sem tudtak arról, hogy köztük van az erőmű 500 ezredik látogatója. A 19 éves Beck Ádám a tapsvihar mellé egy hatalmas tortát is kapott ajándékba. Az idegenvezetés után azt mondta, meglepte, hogy mennyire korszerű az atomerőmű. Tetszik, mert nem tudtam, hogy ennyire modern, szóval itt belülről nagyon szépen meg van csinálva, és látszik, hogy mintha teljesen fel lenne újítva, nem gondoltam, hogy ennyire modern az egész. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója azt mondja, évről évre többen keresik fel az 1995 óta működő látogatóközpontot. Igyekszünk az ország minden részéből civil szervezeteket megkeresni, megkérni, és lehetőséget biztosítani arra, hogy eljöjjenek. Hanvas István, az erőmű vezérigazgatója szerint azért is fontos, hogy egyre több turista látogasson el hozzájuk, mert így a saját szemükkel láthatják, hogy az erőmű biztonságosan működik. Minden információt valójában reálisan úgy, ahogy az van, mindenféle torzítás nélkül adunk kifelé. Másrészt fontos számunkra az is, hogy ez hiteles legyen, tehát hitelesek legyünk, ahhoz pedig az szükséges, hogy vendégek saját szemükkel tapintva győzetesnek arról, hogy amit mondunk, az úgy van a valóságban. Az 500 ezredik látogatót és az osztálytársait a tárlatvezetés után egy ebédre is vendégül látták az erőmű vezetői. 12 dunántúli település lovasa pattant nyeregbe hétvégén Balatonlelle Rádpusztán. A Nemzeti Vágta balatoni területi fordulójából a 2 leggyorsabb versenyzők lovagolhatnak majd a Hősök terén. Tavaly Szentgál vágtázott a leggyorsabban, idén Farkas Ferenc Kenéz nyergében már Abának hozott sikert. Tavaly Szentgál színeiben vágtázott a leggyorsabban, idén Abának hozott sikert Farkas Ferenc Kenéz a kisbéri félvér nyergében. Elsősorban ez mentális küzdelem volt, hiszen a tavalyi címet szerettem volna megnyerni, és hát úgy néz ki, hogy ez sikerült. Ezzel a lóval én 9 éve dolgozom, és 9 éve élek vele éjjel-nappal. Tehát napi kapcsolat percenként, tehát több jobb kapcsolatban vagyok vele, mint a feleségemmel. Parag Ákos ékszernyergében Nagyvázsonynak vágtázta ki a második helyet, ezzel ő is ott lehet a nemzeti vágtán. A lovas azt mondja, külön tréningezték a lovat a mostani versenyre. Őt egy gyártatógépbe edzettük, még egy kitartását egy kicsit fejleszteni akarom, hogy ne fújjon ki a hamar, hanem viszonylag nagyobb távokon is sikeresebb legyen. A Baj és Nagyvázsony mellett a balatoni vágtának helytadó Rádpuszta lova és lovasa is indulhat majd a Hősök terén. Ezek voltak híreink Tolna és Somogy megyéből. A holnapi időjárás részletei előtt a legfontosabbak következnek még egyszer egy-egy mondatban. 75 ezer embernek biztosít meleget, a fűtési szezont értékelte a Dalkia Energia csoport és a város. Tényleges életfogytiglani helyett 40 év, enyhítettek a német gyilkosok büntetésén.
Jövőre már lesz templomuk, megszentelték a szerb ortodox kápolna alapkövét. Minél kevesebb hulladékot, ökosuli túra a pécsi iskolákban. Szerdán egy hideg front hozhat újabb záporokat, zivatarokat, a Dunántúlon nyugatira, északnyugatira fordul a szél és megélénkül, visszaesik a hőmérséklet, már csak 17-22 fok között alakulhatnak a maximumok, ezzel szemben keleten még 25 fok köré melegszik a levegő. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!